A La Pausa egy sokoldalú stratégiai eszköz, amely a meccsek során többféle formát ölthet. Pontosan milyeneket, arra fény derül legújabb videónkban. Szóval mi is az a La Pausa? Ha a labdatartás közben egy játékos vagy csapat időlegesen apró szünetet iktat be annak érdekében, hogy kivárja azt a megfelelő pillanatot, amikor az akció csapata számára még jobb körülmények között folyhat tovább. Igen, tudom, hogy ez így elhadarva kissé bonyolultan hangzott, de türelem, mindjárt hozunk néhány példát és világosabb lesz minden. Egy mérkőzés különböző pillanataiban a labdatartó játékos vagy csapat több lehetőség közül választhat, hogyan haladjon tovább az akció. Például egy szabad játékos megjátszása, egy csel, egy hosszú indítás, egy visszapassz, vagy ilyesmi. A La Pausa egy olyan beiktatott szünet, amellyel a játékos a pillanatnyi lehetőségek közül egyiket sem tartja ideálisnak, inkább vár néhány ütemet, amellyel remélhetőleg egy új lehetőség kapuja nyílik meg, ami korábban még zárva volt. Ilyen lehet például egy sprint előtás bevárása, vagy a védő közelebb csalogatása, és a mögötte nyíló területek kihasználása. Ahogy a taktikai újításoknál általában, ugye a La Pausa esetében sem azonosítható pontosan, ki volt az első, aki tudatosan alkalmazta. Az minden esetre biztos, hogy Rivellino, George Best vagy Johan Cruyff elég gyakran élt vele. A maiak közül főleg a Barcelona klasszikus generációja, Sergio Busquets, Iniesta, Xavi és Messi alkalmazza előszeretettel és jól azonosíthatóan. Valószínűleg a Barca akadémiáján, a La Masián erre külön felhívják a fiatalok figyelmét. Ahogy korábban említettem, nem csak a játékosok, hanem egy csapatrész, vagy akár egy egész csapat is alkalmazhatja a La Pausa bizonyos elemeit. Kiváló példa erre a Barca kivárásos, ellenfél csalogató labdajáratása, amelynek célja, hogy területek nyíljanak az ellenfél mögött, ezt kihasználva pedig gyors ritmusváltással a villámgyors támadás vezetés. Ha tocado de cabeza y Turraspe, va a llegar la pelota Luis Suárez, Messi. Que se desmarca Messi, Messi que va a recibir en carrera y en espacio, hace el esfuerzo para llegar por detrás del Sergi Roberto, la pide Arda Turán, recibe Arda Turán dentro del área, Arda Turán, no creo que la toca. A La Pausa egy másik, egyéni formája, amikor a játékos direkt kivár, és olyan közel engedi magához az ellenfél védőjét, hogy annak háta mögött keletkező helyre már egy okos testcsellel vagy passzal könnyebb átjátszani a labdát. Ez a módszer nagyon hatékony lehet a pálya szélső területein, de kiemelkedő technikai érzékkel megáldott játékosok a középső, zsúfoltabb részeken is tudják alkalmazni. Természetesen Messire vagy Neymarra gondolhatunk itt elsősorban, de ők annyira lerágott csont, hogy inkább egy korábbi La Pausa szakértő hozunk szemléltetésül, bizonyos Rivellinót. Nézzük a La Pausa egy olyan változatát is, amikor a paszt addig késleltetik, amíg a csapattárs ideálisabb helyzetbe nem kerül. Iniesta például előszeretettel alkalmazza. Természetesen mélyebben helyezkedve, kisebb nyomás alatt ezt is sokkal könnyebb kivitelezni, míg közelebb az ellenfél kapujához, ahol a védő kerdeje sűrűsödik, egyre nehezebb. De ennek is megvan a módja, ha elég intelligens az alany. Xavi például nagy erőszeretettel alkalmazta a 360 fokos forgolódást a labdával mindaddig, amíg a társak ideális pozícióban nem helyezkedtek. Az világos, hogy a La Pausa nagyon hasznos a labda előtti szituáció átvariálására. A jó játékosok a pillanatnyilag legjobb megoldást választják, a kiválóak viszont képesek új lehetőségeket teremteni. A La Pausa csak egyetlen eleme az intelligens játék filozófiájának. Ha olyan elemekkel kombinálják, mint a false implications, ami körülbelüli fordításban ellenfél félrevezetését jelent, a crowding, területen való helyes emberelosztás nagyjából, vagy az átlós játék, akkor akár az ellenfél helyezkedését is úgy lehet befolyásolni, hogy az a saját csapatod előnyére formálódjék. Ha tetszett, amit láttatok, iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot, illetve nézzetek át a Nagykörő blogra is. Hamarosan újra jövünk, sziasztok!